Mint aranyfelleg alkonyati égre, mert dal szállt fel egy másik szív tövéből, örvényes, néma, feneketlen mélyből. A dal kérdezett, igaz dal vagyok? A könycsepp igazolt és ragyogott, úgy ragyogott, mint egy gyémánt pecsét, átragyogta a költő kéteit. A költeményen és a könnyön át a szépség találta meg önmagát. A mindennapok rohanásában jó, ha megállunk egy rövid időre ünnepelni. Sorba vesszük mindazt az értéket, minőséget, amit létrehoztunk, amit védeni, lehetőségeink szerint gazdagítani és továbbfejleszteni a mi feladatunk. Engedjék meg, hogy idézzem Kodály Zoltán szavait. Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi azt magának. Csak az a miénk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk. Kevés olyan 17 ezer főt számláló, alig 17 ezer főt számláló városi közösség van, ahol ennyire gazdag, ennyire színes a kulturális élet, és ahol ennyi szintere lehet a mindennapi kulturális együttlétnek, együttműködésnek, közös értékteremtésnek. Itt nagyon-nagyon sok mindenkit fel kellene sorolnom. Itt átfedések is vannak, mert nem csak a kultúra szakemberei, nem csak a kulturális élet mindennapos résztvevői, hanem azok a pedagógusok is, civil közösségek, magánemberek is, mindazok, akik a város közösségért, a kulturális életnek minél magasabb szintű megteremtéséért tevékenykednek. Mindenkinek köszönöm, mindenképpen egy közösségi együttműködésre, egy közösségi munkáról beszélhetünk, és azt hiszem, hogy akkor, amikor magát a kultúrát, a kultúra napját, a himnusz születésének napján megünnepeljük, most már hagyományosan ezen házfalai között, akkor valahol egy éves munkát koronázunk meg. Mi minden esetre hozzátettünk ahhoz, hogy a nemzeti egység, a városi egység, a régió egysége, a nemzet egysége erősödjön, szilárduljon a magunk eszközeivel, a magunk módján, a magunk szakembereivel, a magunk áldozatával. Én azt szeretném, hogy ez a jövőben is így legyen, hogy kevesebb legyen közöttünk a vita, több legyen a közös érték, amely mentén egymásba kapaszkodva tudunk tenni magunkért, egymásért, hazánkért, a magyar kultúráért. A Humán Erőforrás Bizottság javaslata és Dabasváros önkormányzatának képviselőtestülete döntése alapján a 2011. évben Dabas kultúrájáért Karacsné Takács Évval díjjal tünteti ki a városban és a térségben egyaránt elismert népművelőt, fafaragót, Varga László urat. Varga László fafaragó 1942. december 18-án látta meg a napvilágot Ladánybenén. Édesanyja máig ott él. Középiskolai tanulmányait Nagykőrösön végezte. Itt igazi értő társakra és nagyszerű pedagógusokra talált, akikkel valódi kulturális műhelymunkát végezhettek. Gyermekkora óta kitűnt a kézügyességével, s a középiskolai évek alatt érdeklődése egyre inkább a fotózás irányába fordult.
A gimnázium befejezését követően 27 hónapig volt katona, majd 1964-ben települt át Davasra. Itt a művelődési házban kezdett el dolgozni. Művészeti előadóként a művészeti és színjátszó csoportot vezette, segítette, szervezte a fiatalok közösségi életét, a nyári táborozásokat. Hosszú és aktív davasi éveit követően került a rendszerváltozás előtti években a Hernádi TSZ-be. A települések iránti érdeklődése és baráti kapcsolatai vezették arra, hogy elindítsa a Négy, illetve a Három falu című újságot, amelyet több mint egy évtizedig szerkesztett is. Igazi alkotó ember, hiszen szívesen olvas és ír, az újhartyáni képeskönyv szerkesztője. Emellett a képzőművészet területén is, a grafikától a linómetszésen át a fényképezésen keresztül nagyon sok mindenben kipróbálhatta már magát. Nyugdíjba vonulását követően elsősorban egy szenvedélyének, a fafaragásnak él. Kopjafái, szobrai, szárnyas oltárai és székely kapui ma már nem csak a térségben, hanem az ország számos pontján hirdetik az alkotójuk, Varga László nevét. Munkáját mindig nagy odaadással és körültekintéssel végzi, gondosan ügyelve az alkotás motívum világára. Davason ő faragta dr. Lakos János, davasi szőlőkben Díny és Lajos emlékoszlopát, a gyóni temetőkaput, a Sári Rétesház tábláját, valamint a Kossuth Lajos általános iskola kopjafáit. Feleségével 45 éve élnek boldog házasságban, két gyermek édesapja és négy unoka boldog nagypapája. A díjhöz szívből gratulálok, további eredményes alkotó éveket kívánunk! Köszönöm szépen! Hát nem is nagyon tudom, mit kellene ilyenkor mondani. Először is ez a díj egy valódi meglepetés volt. Ugyan gyanakodnom kellett volna már egy hete, amikor az önkormányzattól ajánlott levélbe kaptam a meghívót, egy pillanatra el is gondolkodtam rajta, hát biztos elkeverték, vagy valami. Aztán, amikor délután a feleségemmel háborút kellett vinni, hogy nem akarok én vőlegényre költözni, fehérinkbe és öltönybe, akkor, mintha valami eszembe jutott volna, hogy ennek valami oka kell, hogy legyen, hogy a feleségem győzött imperiát. Hát, a pályámat Laci vázlatosan ismertette. Való igaz, hogy a képzőművészetekhez mindig vonzottam, ebben a házban is tevékenykedtem a matrikulástól, a direktorástól, kezdve sok mindent csináltam életem során. Most igazából a fafaragás tölti ki a szabadidőmet, nyugdíjasként van ez, szabadidőbőben, és a fotózás. Hát a fafaragásról néhány mondatot mondanék, mindösszesen az, hogy az egy nagyon nagy dolog, mikor az ember maga elé leszi a fát, amikor magam elé teszem az asztalra a deszkát, akkor az egy holt anyag, igazán nem több, mint egy deszka, és az alkotásnak van egy jól meghatározott ható pillanata, egy jól meg pontosan érezni lehet azt a pillanatot, amikor ez a deszka átváltozik már azzal, aminek tenni akarom. Ez egy nagyon, nagyon érdekes pillanat. Nehezen is haladok a munkával egészen eddig a pillanatig. Onnantól kezdve már nem kell biztatás, onnantól kezdve már maga a munka az biztat engem, hogy gyerünk, csinál a dolgokat. Örömet okoz az is, amikor elmagyarázhatom, hogy miért csináltam valamit úgy, ahogy. Az örkényi temető kapuját hozom föl most példának. Ott két életfát faragtam a kapu jobb és bal oldalán. Az egyik életfa maga az életfája, gazdagon a növényi ornamentika az életfa, gazdagon burjánzik, szép hajtásokat hoz, nyújtózik a nap felé, és hát ugye gazdagon virágzik, vagy már mondtam. És a másik oszlopon a halálfája van, az is életfa tulajdonképpen, de levelek lefelé hajlanak, a virágok már nem nyújtóznak a nap felé, és föl a hold, ugye, ami hát nem melegít és nem fejleszt, ahogy a költő mondja, és a hold vette jeges agyalá, hideg jeges agyalára a hold lett. Ez a fafaragás és ez az alkotás most is sokat dolgozok és sok öröm is van. Hát másik a fotózás. Örülök, hogy ez is szóba kerül. Szeretném elmondani, hogy a fotózásnál igazán, ha
van érdemem, az csak annyi, hogy tagja vagyok a Damasi Fotóklub Egyesületnek, és hát tulajdonképpen kikiáltottak elnöknek, de hát ugye egy 11 fős társaságnál nem igen van szükség elnöknek, nálunk nagy demokrácia van, igazából úgy lettem elnök, hát szóval az alkohol miatt. Mert hogy ugye amikor összeültünk, hogy elhatározunk, hogy egyesületté válunk, akkor nem volt dugóhúzónk. Elnye mondtam, nem nálunk történt ez, a szomszédban vagy harmadik szomszéd, elnye mondtam a kutyafáját, hazaszaladok két dugóhúzójel, és nem lesz egy probléma, és mire visszaértem, gyerek, mondták, hogy na téged választottunk elnöknek, hogy az ördög vigyel embernöket mondtam én, tehát ettől már nem tudok szabadulni egyelőre. Mint a termő gazdagán, olyanok a nagyapák, karjukon, mint bimbókőnek, gyerekek és unokák, mint a kerek friss cipók, olyanok a nagyapók. Ízesek is, melegek is, bár nem boltban kaphatók, mint az ágy lágy paplana, olyan minden nagyapa, betakargat, elaltat köt, vigyázz rád éjszaka, mint a lombos almafák, olyanok a nagyapák. Gyümölcsük az unokáknak, érlelik egélten át. ban nagyon régen volt, csúcsdiplomás tanárként kerültem haza a szülővárosomban, a Szarany János gimnáziumban tanárnak, és egy év múlva osztályt kaptam, mégpedig nagyon különleges osztály. Akkor történt ugyanis, hogy bővítették a kollégiumokat, és a környékről számos diákot vettek föl. Így jutottam én az én osztályomhoz. Ófrengyelből Juricskai Marika került oda, de Tatárszentgyörgyről, Újhattyánból, Gyónról, és hát a környező falvakból is kaptunk diákot természetesen. Nos, hát egy osztályjal több lett a gimnáziumban, mint addig volt, és ott az volt a szokás, hogy az osztályokat, mivel hogy Arany János 9 évig ott tanított, a nagy tanári kar tagjainak a képeit díszítették, nagyon szép aranykeretes olajfestmények, és hát természetesen a legjobb osztály Arany János nevét viselte. Na most a mi osztályunk már olyan maradék osztály volt, és nekünk nem jutott név, és nem jutott ilyen gyönyörű festmény sem. Az én kedves tanárom, aki nekik is tanáruk lett majd a későbbiekben, azt mondta, hogy valami nagyon különleges dolgot találjunk ki ennek az osztálynak. És hát az történt, hogy keresgélés után a kedves törös tanár úr azt javasolta, hogy Nagykőrösi Csuda Demeter nevét vegyük föl, akinek a neve az 1530-as években szerepel a Krakói Egyetem anyakönyvében. Hát így lettek ők a csudák, és kezdetben nagyon sok nehézségünk volt, hiszen innen-onnan jöttek a diákjaim, de a csodálatos tanárikkal tényleg megtette azt, ami a feladata, szinkronban hozta a tudást, nem tudást, hiányosságokat, egyebeket, és hát második osztálytól kezdve már a gimnázium egyik leghírnevesebb, legjobb osztályaként működtünk. Hírhettem. Ennek az osztálynak a tagjaik közül most jó néhányan, nagy örömünkre itt vannak velünk. Vannak aztán, akik levelet írtak, de nagyon sokan gondolnak ide most. És hát, hogy a fotózás nem most kezdődött, itt van a kezemben a Csuda Demeter osztály fénykép albuma. Ugyanis a Varga cég egy másik kedves tanítványommal, Csapó Csabával
Már akkor is a fotózás mestereiként szerepelt, és a 4 évről immáron itt vannak a fotók, még kimondani is. Hát öröm számomra, hogy 50 évvel ezelőtt készültek, sőt 52-53 évvel ezelőtt készültek. Úgyhogy immáron itt a fotóalbum, most odaadom Varga Lacinak, tartsa csak ő tartogassa. És hát akkor szólaljanak már meg a csodák. Én voltam 2 évig a Varga Laci egy pattársa. Azért tették mellém, hogy javítsam az állagát és a magatartását. Hát ez sikerült, 2 év után hirtelen el, aztán kaptam egy még rosszabb gyereket, fiú természetesen, és a végén aztán megszánt az osztályfőnököm, és kaptam egy lány pattársat. Nagyon kellemes és jó 4 évünk volt, hogy egy kicsit összekössem a fotózással, el kell, hogy mondjam, hogy 40 fillérért adta a rólunk készült fotókat, és azért kellett, hogy megvegyük, mert különben a fiúk vették volna meg, és azt nem akartok, nagyon nem akartok. Úgyhogy rengeteg fényképe van a lányoknak a Kőrösi Csuda Demeter osztályban. Csillagos éjtündérek, szívemet hozzád viszik. Parányi szekérre fektetik, pihék, muhák közé, puhán. Beföldig zsenge ne felejts el, s lehelnek rá éjfél után. Húzzák lassú, nyüzsgő menetben, szemükben harmat, áhítat. Csigák, s iszonyú nagy füvek közt, a sárga holdvilág alatt. A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötétben maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Ennyi a kép, és pár szálláson szitakot őpál. Ennyi a kép, csak ennyi, s nem lehet elfeledni. Hordott életen által, a többi aprósággal, édesanyai szókkal, együtt az első csókkal. Viszed-e röpke rajzot, e szelíd kép a pajzsot, miközben lóc futsz térülsz, és minden napban vívulsz. Mented, akár az űzött, majd fáradtan kitűzött végső hazád, magányok fölibe, mint a zászlót. Aztán csak fekszel, fekszel, arccal a csillagoknak, s a nyár, s a víz. Még egyszer fölötted elsősoknak. Csak mosolyog rám, lomha szél fúr őt a
Kavar fut a lába mellé, tépett át, rajong a fán. Holt fény derűs emléket ébreszt, újra ébred a rég múlt minden gyönyörű. Ifjúságom szép idején, gyertek hozzám, vissza még. Holnap már az esztendő, vissza-vissza nézve, anyamával az öccse jön, vígan fütyörészve. Beéri az öreget, s válláról a terhet, legényesen leveszi, pedig még csak gyermek. Lépegetnek szótlanul, s mikor éjfél eljő, férfiasan kezet fog múlttal a jövendő. Addig néztem, addig-addig, amíg lassan kialudtak. Eltűnődtem. A magaség tűnődésre elég tágas, s csöndessége bennem olykor reményt, reményre zöld ágaz. Most is, hogy ott nézelődtem, megkapott a végtelenség. Úgy éreztem, ha már is fönt a csillagok közt lennék. Gyermekálmom két pejlovát befogtam a nagy göncölbe, s hajtottam a hadak útján, komótosan hátra törve. Vásárt csaptam, s jegyet vettem egy induló rakétára. Körülbelül 2000-et írhatott a földnaptára. Akkor megfázott a hátam, nem csoda, hisz ingben voltam. S az induló rakétáról vissza le a földre hultam. Földi tárgyak nőttem köré, mindennapok kis tényei. Iszonyúan magasra nőtt, s rám kacagott az égbolt. Talán meghalsz anélkül, hogy látnád Rio de Janeiro-t. Talán a hangod se jött tovább annál a két fenyőfánál, amelyik a dombhajlaton szinte látom, téged sajnál. És te akarsz hinni, merni, álmodozni más bolygóról? Csúfondáros kicsiködök szálltak fel a keskeny oldból. Szárközépig ért a harmat. Nyomot hagytam benne verten, de tudtam, ha eljő az este, konokálmom újra kezdem. Végzem, mit az idő rám mér. Végzem, ha kell százszorozva. Végzem, mit az idő rám ér. Végzem, ha kell, százszorozva. Hinni kell csak, s följutunk mi föl a fényes csillagokba. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtőzi boldogságot. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod. Hol imádkoznál hosszan, térden állva, mert onnan végtelen a pantán. Az életednek van egy titkos csúcsa. Körös körül őserdő, ősbozót, keresztül kasul vágtató csapások. A sok hamistól nem látunk a jót. Isten előre ment, a csúcson vár meg. Csak az a kérdés, hogy oda találsz-e. Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből tettek a fejed. S a szépség minden gazdagsága, fénye, megáldja a kék csodálkozó szemed.
hol tiszta vagy, mint kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. A játszi szél a szövetembe kap, ma zászló, holnapról nem. Ma lobogok, ma benne lengek még, ki tudja, holnap kinek kellene. Ma még talán jelentek van. Hordom azt a Szent Szűz Máriát, úgy visznek zajló távolokon át. A játszó szél a szövetembe kap. Ma zászló, holnap rotor. Ma még hatalom, holnap talán sem. Milyen jó lesz a széltől megpihenni, elkopni, mint a fegyverek, a vágyok, eltűnni, mint akit soha se láttak. Az eszmék, álmok, harcok, hiúságok sírján kacagni az egész világot. Testvér, testvére, ez a legszebb szó a világon. Ahogy kitágul ősi jelentése, és túlnő lassan véren és családon. De visszatér, mint gazdag bújdosó, lélekkel hintve meg, s szentelve meg, mi vér szerint való. Testvér, testvére. Ez a legszebb szó a világon. Mikor így szólíthatok valakit, s nem hűvös, lapos szóval barátom, az nekem békességem és boldogságom. Testvér, testvére, ez a legszebb szó a világon. Harmat a réten, illat a virágon, barack virágszín sejtelem a tájon, hogy fakad még rügy minden szárazágon. Testvériség, nincs ennél szebb szó a világon. A szabadság ez az egyenlőség álma, elbukott sodró idő, ezer gátom. A bebizonyult lehetetlenségen, s a vére mocskott őrült akarásom. A forradalom örökségeképpen, a háromságból lobogó fehéren, egyedül a testvériség maradt. Omló világon. Testvériség, nincs szebb szó a világon, s én hinni, hinni vágyom. Én minden széllel szemben hinni vágyom. Ez az egy álom, nem csalunk álom. Rendtárs, polgártárs, elvtárs, honfitárs. Eltűnnek egyszer minden szólamok, és elvesznek a mélyben, partalan semmiségben. És ez szó zemmal csak a világ fölött. Örök üdvözlégyképpen. Testvér, testvérem. Van egy ország, van egy ház, ahol élt rég.
volt írott, rajzolt határ, ez az ország a te hazád. Van egy emlék, van egy kép, három színről, ami tiéd. Széles völgyön, folyókon át, ez az ország a te hazád. Vannak még hegyeken túl is, hangjuk hív, téged szólít. Mint szarvas, vezet tovább, ez az ország a te hazád. Van egy templom, kertjében sírok, holtat élő tanúnak hívok, kik hallják harang szavát, ez az ország a te hazád. Tiéd a föld, tiéd a szó, nincs már zúrt határ, ott piros, fehér és zöld a zászló, az ország a te hazád. Tiéd a föld, tiéd a szó, nincs már zúrt határ, ott piros, Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt, megbűnhötte már e nép a múltat s jövendőt. Őseinket felhozát Kárpát-Szent bércére, általad nyert szép hazát vendegúznak vére. S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai felvirágozának. Értünk Hunság mezőn érkalász lengettél, Tokaj szülő veszei nektárcsepek tettél. Zászlónk gyakran plántálád vad török sáncára, s nyűgte mátyás bús hadát, Bécsinek büszke vára. Haj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben, s elsújtált villámid a dörgő fellegedben. Most rabló, mongol nyilát zúgattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett ajkain Oznán vad népének, vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének. Hányszor támadt el fiad szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt magzatot hangvedre. Bújt az üldözött, s felé karnyult barlangjában. Szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bécre hág és völgybe száll, bús kétség mellette, vérözön lábánál, s láng tenger fölette. Várálod, s most kühalom, kedv s öröm röpkedtek. Halálhők és síralom zajlik már ott helyettek. S szabadság nem virul a holtnak véréből, kínzó lasság könnye hull árvánk hű szeméből. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának. Nyújts feléje védőkart, tengerünk kínjának. Balsors, akit régen tép, hozz rá végesztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat s jövendőt. A múltat s jövendőt.